estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Városi TV Mohács február 21-i Hétközben című magazinműsorát látják. Mai adásunkban egy kicsit egyéb hírek mellett visszatekintünk a busójárás eseményére is. Előbb azonban következzék rövid képes ajánlónk. EpiPen életmentő lehet a megléte. Újakra cserélte önkormányzatunk a lejárt szavatosságú gyógyászati eszközöket. Busójárás szívvel és lélekkel, 527 darab alkotás tele érzelmekkel. Alicante találkozott Mohácssal, különleges élmény a kultúrkikötőben. Jubilált a Mohács Benszájn baráti kör, 35 éves kapcsolat fűzi össze a két város civil közösségét. Egy 2022-ben történt tragédia nyomán döntött úgy városunk önkormányzata, hogy a mohácsi oktatási intézmények részére saját költségen úgynevezett EpiPen injekciókat vásárol a különféle eredetű allergiás rohamok megállítására. A tavaly óta meglévők szavatossági ideje már lejárt, az újak átadására a napokban került sor a polgármesteri irodában. Egy tollformájú apró fecskendő az EpiPen injekció, amely univerzalitása okán bármilyen súlyos tünetekkel járó allergia esetén használható, és a szakszerű ellátásig megakadályozza az anafilaxiás sokk kialakulását. Az elmúlt évben az önkormányzatunk gondoskodó önkormányzat jelszóval egy olyan akciót indított, sajnos egy országos tragédia kapcsán, amikor is egy iskolában egy kisgyerek mogyoró allergia miatt életét vesztette. Elhatároztuk, hogy egyetlen intézményünkben se forduljon elő ez a dolog, ezért ezt megelőzve minden intézményünkbe egy-egy ilyen EpiPent helyeztünk el. Ezek tavaly már kihelyezésre kerültek, valamennyi egyházi és állami iskolában is, óvodában is és a bölcsödében is, és idén azokat pótoltuk, ahol ezeknek van egy éves lejáratuk, hála Istennek egyiket sem kellett az elmúlt évben használni, de ezeknek van egy lejáratuk, és ezeket mindig frissíteni kell. És most ennek apropóján került sor arra, hogy a lejárt szavatosságúakat frissekre cseréljük, és újabb egy évet kezdjünk el a biztonság jelszava alatt. Milyen injekció ez, mit tartalmaz? Ez gyakorlatilag egy olyan anyagot tartalmaz, amit, hogyha kialakul ez az anafilaxiás életet veszélyeztető, sokkhoz vezető állapot, akkor a gyermek combjába nyomva gyakorlatilag ezeket az életveszélyes légzés és szívleállási reakciókat hatástalanítja. Tehát a soknak a lényeg az, amikor összedől a keringés, és ebben egy olyan hatású anyag van, amely ezt akutan el tudja hárítani, a keringés és a különböző szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer hatásai révén meggátolja a halálhoz vezető keringés összeomlást. Milyen allergiákra használható ez a fajta injekció? Gyakorlatilag bármire, ami anafilaxiát vált ki. A sima, kis, egyszerű bőrkiütés, viszkető papulák, makulák a bőrön nem érdekesek, mert nem halálosak. Viszont ott, ahol megjelenik a nyelvduzzanat, ahol bedagad a gége, és ez teljesen mindegy, hogy most mogyoró váltja ki, vagy ételallergia, vagy egy pókcsipés, vagy egy rovarmarás, akkor is ez hatékony. Tehát univerzálisan minden életet és sokkot okozó, életet veszélyeztető, sokkot okozó hatásmechanizmus esetén jó. Tehát ez azt jelenti, hogy addig, ameddig a mentők érkeznek, addig biztos, hogy életben fog maradni az, aki ebben az anafilaxiás sokkban szenved. Ha ez volt az alapbaj, akkor természetesen igen, és ezért is menti meg az életét az adott kisgyereknek. Annak ellenére, hogy az EpiPen egy injekció, azt bárki be tudja adni. Bármilyen laikus beadhatja. Egyébként valamennyi intézménynek már tavaly biztosítottunk egy részletes használati utasítást, illetve itt az tartalmi formáktól kezdve a különböző esetleges mellékhatásokig mindent tartalmaznak, de ezt laikusként is, ugyanúgy, ahogy a cukorbetegeknél a glukagon injekciót, mikor egy óriási hipoglikémiás állapot veszélyeztet, comba beszúrva gyakorlatilag bárki használhatja. Sokszor hallunk a hírekben ezekről az allergiás sokkokról. Mohácson mennyire gyakori az? Mennyi esettel találkoztak itt a mohácsi kórházban? Hála Istennek ritka. Ezek azért nagyon súlyos események, de mivel soha nem tudjuk előre, hogy kinél alakulhat ez ki, akár daráscsípésnél is. Egy-egy eset előfordul évente, de nyilván ezt a sürgősségi osztályunkon vagy az osztályokon ellátjuk.
De pontosan, hogyha területen alakul ki bármilyen rendezvényen, vagy a gyermek iskolai foglalkozása kapcsán, amit nem tudhatunk előre, épp azért az az idő, amíg ellátásra kerül, vagy a mentő kér, ez a fontos, hogy megelőzzük a keringős összeomlást, mert halálhoz vezethet. Szerencsére ritka a dolog, de vannak nagyon sokan, akik nem is tudnak róla, hogy mire allergiásak, véletlenül kerülhetnek, mint ahhoz az a szerencsétlenül járt kisgyerek is nem tudta, hogy mogyoró allergiás, és evett a süteményéből a társának, és ott alakult ki ez a gégeödémával járó, és sajnos katasztrófával járó allergiás reakció. Tehát ez pont azért van, ha valakinél előfordul, akkor azonnal be lehessen avatkozni, és nem pedig az, hogy már tudjuk, hogy valaki allergiás, hiszen az is megkaphatja, ha súlyos állapotba jut el, de azok már legtöbbje szed gyógyszert is a megelőzésre. Ahogy a riportban is hallhattuk, szerencsére városunkban egyáltalán nem fordult elő ilyen súlyos allergiás roham, de mindenképpen biztonságot ad, ha van egy ilyen eszköz a város oktatási intézményeiben, amely sürgős, megbízható segítséget jelenthet ilyen esetekben. Pávkovics Gábor polgármester, Cserdi Áron alpolgármester társaságában adta át első körben az újabb egy évre szóló EpiPen injekciókat óvodáink képviselőinek. Busójárás szívvel és lélekkel címmel hirdetett rajzpályázatot még tavaly novemberben a Busó udvar. Arra kérte a Mohácson és környékén élő óvodásokat és iskolásokat, hogy engedjék szabadon szárnyalni fantáziájukat, és olyan alkotásokat készítsenek, amelyek a személyes élményeiket, a busójárás varázsát mutatják be. Nagyon sokan ragadtak papírt, ceruzát, ecsetet és még számos eszközt, és rengeteg, szám szerint 527 pályamű érkezett be határidőre. Az ünnepélyes eredményhirdetésre busójárás péntekén, február 9-én került sor. A csütörtöki gyermekfarsang után még a péntek délelőtt is a kicsikről, a gyermekekről szólt. Gyerekzsivajtól volt hangos a Busó udvar kiállítóterme, ahol a mágia körül, a búsóbábok között sok kis óvodás, iskolás várta izgatottan, hogy megtudja, ki milyen eredményt ért el a Busójárás szívvel és lélekkel című rajzpályázaton. Versendi Kovács József, a népművészet mestere, kiváló tambura muzsikája nyitotta meg a rendezvényt, majd a házigazda intézmény nevében Rosta Endre köszöntötte a megjelent gyermekeket, pedagógusaikat, városunk polgármesterét, valamint a zsűri tagjait. Pávkovics Gábor köszöntőjében megjegyezte, a sok beküldött rajz alapján azt mondhatjuk, van jövőképe a farsangnak. A busójárás a mohácsiaknak sokkal többet jelent. Egy olyan életérzést jelent, amelyet mi nem csak farsangkor, hanem az év minden napján átélünk. Mert amikor vége van az egyik farsangi fesztiválunknak, akkor már szinte a búsók és a maskarások készülnek a következőre. És azért volt fontos számomra az a rendezvény, és ez a rendezvény is különlegesen, mert a fiatalokat szólítja meg ez a rendezvény, és így a farsangi mulatságnak és a mi búsójárásunknak van jövőképe. Amikor a gyerekek tevékenyen részt vesznek a farsangi fesztiválon, akár úgy, hogy beöltöznek, akár úgy, hogy néptánc bemutatót tartanak a színpadon, vagy például rajzpályázaton indulnak, akkor azt gondolom, hogy van jövőképünk. Megszólítjuk a fiatalokat, megszólítjuk a gyermekeket, a lelkükbe ég az, hogy mit is jelent számunkra a busójárás, és ez nagyon fontos számunkra. Én azt gondolom, hogy így a mi farsangunknak évszázadokra megvan a jövőképe. Szeretném megköszönni a szervezőknek, hogy évről évre megrendezik ezt a rajzkiállítást, rajzpályázatot. Szeretném megköszönni a több mint 500 művésznek, kis művésznek, hogy ábrázolta azt, hogy az ő lelkében mit is jelent a busójárás. Szeretném megköszönni a zsűrinek, egy hatalmas munka és nagyon nagy kihívás ennyi pályamunkát értékelni. És szeretném megköszönni a tanároknak és a szülőknek is, hogy arra ösztönözték gyermekeiket, hogy aktívan vegyenek részt a 2024-es busójárásban. Szeretnék gratulálni minden gyermeknek, független attól, hogy nyertes lesz vagy sem. Ne veszítse el a lelkesedését, a következő évben is lesz rajzpályázat, és szeretném, hogyha azon is legalább ilyen sokan, ha nem többen részt vesznek. Az 527 darab beérkezett alkotást, mint eddig minden évben, most is szakmai zsűri értékelte, bírálta. A zsűri tagjai Liliné Darabos Eszter, Magyarné Manga Anett,
Hári Honvéd Anita, Kempf Anna és Tatai Tibor most is szakmai szempontok mentén, de nagyon nehezen hozták meg a döntésüket. Nagyon nagy örömünkre szolgált, hogy az idejében ilyen nagyszámú pályázat érkezett be hozzánk. A terembe belépve a színek és a formák kavalkádja fogad bennünket. Mindenki átélheti, hogy a kicsik és nagyok számára egyaránt fontos volt, hogy megmutassák, mit is jelent nekik a búsójárás. Kedves óvodások! Úgy gondoljuk, hogy ti mind nyertesei vagytok ennek a pályázatnak. Vidám, játékos maszkjaitok, farsangoló maskarásaitak őszintén kifejezik a korábbi években összegyűjtött emlékeiteket és a várakozás izgalmát. Megpróbáltuk megtalálni, hogy mi jellemzi leginkább az egyes óvodák alkotásait. Miben mások, egyediek, mitől is legek? Fogadjátok szeretettel a dicsérő okleveleket, melyekkel szeretnénk gratulálni, és egyúttal megköszönni az óvónénik támogató munkáját is. Kedves iskolások! A ti alkotásaitokat évfolyamonként zsűriztük, hosszas válogatás után jutottunk el a legsikeresebb pályamunkák kiválasztásához. Mire is figyeltünk? Figyeltük a technikát, a kompozíciót, a hagyományőrzést, az egyéni látásmódot, az esztétikai és érzelmi kisugárzást egyaránt. És kiderült számunkra, hogy egy grafitceruzarajz is lehet színes, mert a formaképzés, a kompozíció azzá teszi. Máskor Kolbe Misi bácsi grafikáinak lágy tónusait köszönthettük az alkotásokon, láttuk újra. Láthattuk továbbá, hogy a papírragasztó is alkalmas a búsóbunda megformálására, mint ahogy a csillogó tízománc is ugyanilyen jó kifejező eszköz lehet. A mágia, hol apró kis ágacskákból, máskor flitterektől csillogó lángnyelvek segítségével került ábrázolásra. A vastagon feltett, több rétegű festésmódtól, a finom, lágy, áttetsző tónusokig mindent megcsodálhattunk. A kompozíciós megoldásoknál, a kopaszfák árnyékainát épp úgy meglesettük az eseményeket, mint felülnézetből a mágia körül hömpölygő színes tömeg esetében. Az öltözékek pontos megfigyelése, leképezése a hagyományőrzés nagyon szép példája. Néhol a kötény bársonyossága szinte kézzel tapintható volt. Az érzelmek is tobzódtak az alkotásokon. A vidám kisbúsó, aki legszívesebben még nyáron is magára ölteni a maszkot, vagy a Duna vizében tükröződő kislány, aki már nagylányként vesz részt a búsójáráson, vagy a bimbózó szerelem a sokasztrány és a búsófiú meghitt párosában egyaránt nyomon követhető volt. És nem utolsó sorban kiderült az is számunkra, hogy a búsójárás úgy kell nekünk, mint egy falat kenyér. Harapjunk hát vele. Élvezzük ki a kiállítás minden szépségét, mert úgy gondolom, így lesz igazán teljes az ünnep. És bízom benne én is, hogy új élményekkel gazdagodva, jövőre, újból ugyanitt, hasonlóan színvonalas alkotásokkal fogunk majd találkozni, és mind itt lesztek megint. A folytatásban Hári Honvéd Anita, a Mohács térségi óvodaközpont bölcsőde és családi bölcsője igazgatója hirdette ki a három kategóriában értékelt rajzok eredményeit. Elsőként az óvodások, majd az alsósok, illetve a felsősök kapták meg a jutalmukat Pápkovics Gábor polgármestertől. Az eredményhirdetés végén a búsóudvar külön díja egy vándorserleg is kiosztásra került. Van egy vándorserlegünk, ami minden évben más iskolába kerül oda. És Dombai Noémi kötött nekünk egy harisnyát, és ez is még hozzátartozik most ez a vándorserleghez, ez viszont ott maradhat. És a zsűrinek a döntése idén az volt, hogy nem egy iskola fogja megkapni, hanem egy óvoda fogja megkapni. Az Ötvös Ovinak az igazgató asszonyát szeretném ide szólítani, és át szeretnénk adni nekik ezt a díjat, mert ők nagyon-nagyon aktívan vettek ebben részt, és gratulálunk nekik. Az idei búsójárás is rengeteg kisgyermek fantáziáját mozgatta meg, és mutatta meg a személyes, érzelmekkel teli kötődésüket télüző tavasz köszöntő hagyományunkhoz. Ez pedig mindenképpen pozitív üzenetet hordoz a jövőt tekintve. A tavaly búsójáráskor debütált kultúrkikötő számos rendezvénynek adott már otthont.
Az idei farsangi szezonban egy egészen különleges hangulatú kiállítás tökéletes helyszíne volt e kulturális színtér. Az Alicante-tel találkozik Mohácssal című tárlat két fotós képein keresztül két város legismertebb hagyományait tárta a látogatók elé. A kiállítás megnyitójára február 9-én került sor. Az Orásia zenekar hangulatos vendégváró zenéje után ágyudörgés jelezte, hogy hamarosan kezdetét veszi a mohácsi busójáráson és az alicantei Szent Iván napi tűzünnepen készült fotók bemutatása. A kultúrkikötő kiállító terének sajátos hangulata és a fotók különleges hatása valami egészen egyedi hangulatot teremtett a budapesti Cervantes Intézet és a Szabadtéri Néprajzi Múzeum tervezésében megvalósult kiállításnak. Dr. Csonka Takács Eszter, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatóság igazgatójának köszöntője után Pávkovics Gábor polgármester osztotta meg gondolatait a kiállítás kapcsán. Azt kell megfogalmazzam, hogy ez nem egy turisztikai látványosság csupán a város számára, hanem a városlakók számára egy életérzés. És ezt elmondtam a fiataloknak is, ugye, maszkot ölt, apraja nagyja volt a megnyitója ennek a farsangi rendezvényünknek is, és nagyon jól érzéssel töltött el az, hogy a fiatalság is ezt az érzést, ezt minél erősebben szeretné magáévá tenni, és ezzel azt a jövőképet is erősíti bennünk, hogy a mi búsójárásunk, a mi farsangunk az örök életű lesz. Ennek a farsangi fesztiválnak azon kívül, hogy a kultúránk szerves része, egy közösségformáló ereje is van. A fesztiválunkon 2500 maskarás, búsó és sokaclány fog felvonulni. Több mint 70 búsócsoport vesz részt a fesztiválon, és azt gondolom, hogy ez a mohácsiak számára egy igazi közösségformáló elő is. Azt is el kell mondjam, hogy a búsó társadalom az egy különleges formáció. Ezek a busok itt mellettem, amikor ennek a fesztiválnak vége van, a következőre készülnek. Tehát ő nekik a farsang az nem egy hétig tart, hanem 365 napig. Próbálják a kellékeiket színesíteni, komplettírozni, és azt gondolom, hogy ez Mohács számára jelenti az igazi értéket, ez a közösségformáló erő. És amennyiben ezt a jövőben is ilyen lendülettel és ilyen odaadással tudjuk képviselni mi városlakók, akkor a mohácsi busójára semmi nem veszélyezteti, hiszen ez a fesztivál örök életű lesz. Én nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettek ezen a kiállítás megnyitón, és köszönöm szépen a szervezőknek is, elsősorban Barát Gábornak, hogy házigazdája ennek a kiállításnak. Szeretném megköszönni a Attasi úrnak, hogy eljött erre a rendezvényre, és személyesen is részt vesz a kiállítás megnyitón, és gyakorlatilag egy olyan európai kohéziót vélek itt felfedezni, amikor különleges szokásaink vannak, van az egyik országban is, van a másik országban is, vannak párhuzamosságok, vannak azonosságok közöttük, és ezeket megpróbáljuk egyé formálni. És ez az igazi európai gondolkodás, ami a kultúra terén is megvalósul. Az Alicante találkozik Mohácssal című tárlaton két ország, két város és két kultúra találkozott Bruno Vigneron és Farkas Mohi Balázs fotósok képei. Az egymástól mintegy 3000 kilométerre lévő két város látszólag különböző hagyományai rengeteg hasonlóságot mutatnak, és ezeket tárják elénk a képek. A tárlatot a spanyol érintettség okán megtisztelte jelenlétével Oscar Lema Bouza, a spanyol nagykövetség kulturális tanácsosa. Polgármester úr, kedves megjelentek, megtiszteltetés, hogy itt lehetek ennek a kiállításnak a megnyitóján. Örömmel tartanám ezt a beszédet magyarul,
de sajnos ehhez meg gyakorolnom kell. Ezért, ha megengedik, angolul folytatom, dr. Sári segítséget kérve a fordításban. Nagyon örülök, hogy itt lehetek Mohácson ennek a kiállításnak a megnyitóján. Különösen örülök, hogy Bruno Vignon, aki egy francia fotográfus, és Alicantéban készítette a Szent Iván éjszakához kötődő tűzünnep fotóit, amivel párhuzamban pedig a mohácsi busójárás képeit láthatjuk. Ez a kiállítás először Budapesten volt látható. Egy olyan fesztivált, egy olyan ünnepet mutat be Alicantéből, ami lassan 100 évvel ezelőtt alakult ki ebben a formában, ahogy ma látható, és ma már a mediterrán régió van szinte mindenhol megtalálható Szent Iván éjszakájához kötődően. Ahogy a polgármester úr is mondta, a kultúra az egy nagyon erős összekötő híd, és ez a kiállítás is ezt a közös hasonlóságot szeretné bemutatni, és nem a különbségre és a különbözőségre fókuszál, hanem ahogy a kultúrás diplomácia is szereti ezt az európai közös kulturális örökséget bemutatni. Az Európai Unió soros elnöksége ugye triókban szerveződik, az előző ciklust Spanyolország látta el, és a következő ennek az évnek a második felében pedig Magyarország lesz a soros elnökséget betöltő ország, úgyhogy ez is egy olyan összekötő kapocs, ami ennek a kiállításnak a hátterében áll. És Mohácsnak is van kötődése Spanyolországhoz, a második Lajos lánya a spanyol uralkodó felesége lett, és így egy kulturális történelmi kapocs is született Mohács és Spanyolország között. Még egyszer köszöni szépen a lehetőséget mindenkinek, nagyon jó farsangot, nagyon jó fesztivált kíván, köszöni polgármester úrnak is, hogy itt lehet, és mindenkinek jó farsangi mulatságot kíván. És remélem, hogy a következő alkalommal már magyarul tudok önökhöz szólni, az önök nyelven, a mi nyelvünkön, de a biztonság kedvéért inkább nem ígérem meg. Köszönöm a figyelmet! A kiállításon jelen volt dr. Sári Zsolt, a Szentendrei Szabadtéri Múzeum főigazgató helyettese is, aki a tárlat kurátora is volt egyben. Nagyon örülök, hogy itt lehetek én is Mohácson ezzel a kiállítással, hogy erre már utalás történt, ez Alicante és Mohács találkozása, ami azért volt izgalmas számomra, mert először Budapesten találkozott a két város, a két fotósorozat segítségével. A tavaly ősszel Spanyolország látta el az Európai Unió soros elnöki feladatait, és Budapest pedig a Egyesítés 150. születésnapját ünnepelte, és ez a két alkalom adta a lehetőséget arra, hogy egy hétvége keretében Hola Budapest néven egy spanyol hétvégét tartsunk Budapesten, és ennek a fesztiválnak, a minifesztiválnak a keretében hoztuk létre ezt a kiállítást, ami azért volt izgalmas, mert először a spanyol barátaim azzal kerestek meg, hogy ezt az alicantei fotósorozatot Bruno Vignon képeiből rendezzel meg Budapesten, és én pedig azt mondom, hogy ha itt a spanyol kultúra Budapesten mutatkozik be, akkor találjunk valamilyen párhuzamot Magyarországról. És igazából azonnal eszembe jutott a mohácsi busójárás, valószínűleg azért, mert hogy Csonka Takács Eszterrel együtt dolgozom Szentendrén, és azt szoktuk mondani, hogy nálunk a csapból is a busók folynak, Eszter jó voltából, és hát nagyon jól ismertem Moly Farkas Balázsnak a fényképeit, és nekem egyértelmű volt, hogy a különbségek ellenére ebben a két fotósorozatban sokkal több a hasonlóság. Még akkor is, hogyha az egyik egy télbúcsúztató, a másik pedig egy nagy nyári ünnep. És igazából, ami még a szokás elemein túl összeköti ezt a két fotósorozatot, azt gondolom, hogy az a két fotósnak a látásmódja, hogy ugyan kívülállóként, de mégis úgy fotóztak, hogyha ezeket a fotókat megnézzük, mintha mi magunk is részei lennénk az eseményeknek. Mindig az ember, mindig az ember cselekmény állt ezeknek a képeknek a középpontjában, és nagyon, nagyon jól visszaadja azt az életérzést,
ami azt gondolom a mohácsiak és az alicantéiekben is benne van, ez az életigenlés és az életnek a szeretete. Tehát, hogyha megnézzük ezeket a fotókat, akkor nekem mindegyiken ezt köszönöm vissza, hogy akkor van értelme ennek a földi létnek, hogyha ezt tudjuk élvezni. Ezeken a fotókon ez az öröm köszön vissza. A másik, ami nekem nagyon fontos volt a képek nézése közben, az apró részletek. Én mindenkit arra biztatok, hogyha ennek a sok beszédnek egyszer vége, akkor majd nézzék végig ezeket a képeket, és akár a spanyol csipkéknek a finomságát, ami látható, akár a busómaszkoknak a részleteit, milyen finoman adják vissza ezek a képek, és ez pontosan azt mutatja, hogy ez a két fotós megtalálta Alicantében és Mohácson is ennek a két ünnepnek az apró részleteit. És az utolsó, hogy van benne valami nagy közös öröm, az pedig ott abban a sarokban, ahova a zenész urak megérkeztek, az ott lévő négy fotó az éjszaka fotói, mert hogy mind a két ünnepnek a középpontjában aztán a mágia, a tűz és a tűznek a közösségformáló ereje mutatkozik meg. Még egyszer nagyon köszönöm és hálás vagyok, hogy ezt a kiállítást elhozhattuk Mohácsra, ami egy picit talán haza is tért így, és azt kívánom, hogy találják meg azt az örömet a fotók nézegetése közben, amiket mi a kiállítás rendezése közben megtaláltuk, és mielőtt befejezem, engedjék meg, hogy két kollégámnak külön is megköszönjem, Rózsa Sándor Benedeknek és Gyenes Kovács Barnabásnak, akik pedig abban segítettek, hogy ezek a képek itt Mohácson a falra kerüljenek. Köszönöm szépen! És hogy mi a közös a két ünnepben? Mi köti össze a farsangot Szent Iván napjával? Nos, akik végignézték a tárlatot, a különleges hangulatú, nagyméretű fényképeken megtalálhatták a választ. A Mohács-Bensheim testvérvárosi szerződést 1987-ben írta alá a két városvezető, dr. Németh Elemér és Georg Stolle. Rá egy évre, 1988-ban megalakult a Mohács-Bensheim baráti kör, 1989-ben pedig a Bensheim-Mohács baráti kör. Az eltelt több mint három évtizedben szoros barátságok szövődtek a két egyesület tagjai között, számos emlék, élmény köti össze őket, most már barátként egy egész életre. A Mohácsi Egyesület 35 éves jubileuma még a tavalyi évben volt, a közös ünneplésre azonban idén februárban, a busójárás temetés napján került sor. A Városháza dísztermében gyülekeztek a jubileumi ünnepségre a két baráti kör elnökei, tagjai, a meghívott vendégek, érdeklődők. 1987-ben írta alá Mohács és Bensheim a testvérvárosi szerződést, amely abban az időben ritkaságnak számított, hiszen a második hivatalos kapcsolat volt egy magyar és egy német város között. Az ünnepség kezdetén, az európai himnusz elhangzása után a Park utcai óvoda gomba csoportjának apróságai varázsolták el a hallgatóságot körtáncokkal, német nyelvű énekekkel. Ringe, ringe, rose, schöne Aprikose,
A folytatásban Pávkovics Gábor polgármester köszöntő gondolatai következtek. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Amikor a testvérvárosi kapcsolatok kialakításának gyakorlata Európában a II. Világháború után kialakult, a cél az volt, hogy az embereket közelebb hozza egymáshoz, elősegítse egymás jobb megértését és a határokon átívelő projektek létrejöttét. Az együttműködés számos területre kiterjedhet, a kultúra, a művészetre, az oktatásra, turizmusra, a sportra, a civil közösségekre, de akár a gazdaságra is. Mohács időközben 8 testvérvárossal rendelkezik, és mindegyik kapcsolatról elmondható, hogy jelentősen hozzájárult látókörünk szélesítéséhez, a kölcsönös elfogadáshoz és megértéshez. Fontos hozzátennem, hogy azok a testvérvárosi kapcsolatok tudnak a leghatékonyabban és a legintenzívebben működni, amelyet mögött polgári egyesületek, nemzetiségi önkormányzatok vagy baráti körök állnak. Ma éppen egy ilyen állampolgári kezdeményezést ünneplünk. A Bensheimen kötött testvérvárosi szerződés létrejöttének előzményeit az a bizonyos 1985-ös rádiós vízműsor már több alkalommal említettük. Egészen más történelmi és geopolitikai körülmények határozták meg akkor kontinensünket. Erős hit, elkötelezettség kellett ahhoz, hogy eljussunk az aláírásig. De legalább ennyi hitre és elkötelezettségre volt szükség a tartalmas folytatáshoz is. Ezért a jóval több, mint 30 éve tartó tartalmas folytatásért mondunk ma nagy köszönetet a Mohács-Bensheim baráti körnek, azoknak az embereknek, akik munkahelyi, családi elfoglaltságuk mellett bármiféle anyagi ellenszolgáltatás nélkül önzetlenül segítették a két város közötti kapcsolatok elmélyülését, kiteljesítését. De ugyanilyen köszönet illeti a Bensheim-Mohács baráti kört is, melyet német oldalról támogatja töretlenül ezt a partnerséget. Köszönöm a munkájukat, köszönöm az odaadásukat, és hadd mondjam el, a jövőben is számíthatnak a baráti körök támogatásunkra, mert világos, hogy csak így lehet igazán sikeres ez a testvérvárosi kapcsolat. Hivatalos városi partnerségeknek csak akkor van értelmük és tartóságuk, ha olyan elkötelezett emberek élik meg és támogatják, mint önök. Ezeket a gondolatokat Christine Klein, Bensheim polgármestere fogalmazta meg, és Franz Müller, a német baráti kör elnöke tolmácsolta a hallgatóságnak. Die Rede der Bürgermeisterin Christine Klein, Bensheim. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus Bensheim und Mohács. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves Bensheim és mohácsi barátaim! Városainkat, Bensheimot és Mohácsot sok éve tartó mély és élénk partnerség fűzi egymáshoz. Bensheim korámi polgármestere Georg Stolle és magyar hivatali kollégája dr. Német Elemér már 1987-ben aláírták a partnerségi okiratokat, ezzel megteremtve a kiváló fejlődés alapját. A baráti körök 1988-as, illetve 1989-es megalakulásával ez a partnerség élettel telt meg, a mai napig tartósan.
Évtizedek óta zajlik tehát aktív eszmecsere városaink között. A sok kis híd határozza meg a jó kapcsolatot, a sok találkozás teszi lehetővé ezt a szoros kapcsolatot. Idén, április 3-án egészen különleges évfordulót ünnepel a Bensheim-Mohács baráti kör, méghozzá fennállásának 35. évfordulóját. Mohácsi társa idén már 36 éve létezik. Külön köszönetem illeti mindkét baráti kört, sok éves elkötelezett és fáradhatatlan tevékenységükért. Az önök munkája révén sok személyes kapcsolat alakult ki, sok intenzív barátság. A hivatalos városi partnerségeknek csak akkor van értelmük és tartóságuk, ha olyan elkötelezett emberek élik meg és támogatják, mint önök, azzal a céllal, hogy magas rangra emeljék a polgárok tudatában. Így önök nem csak magukban hordozzák az európai eszmét, hanem messze városaink határain túl is. Életre keltik Európát, és olyan értékek mellett szállnak síkra, mint a szabadság, a demokrácia és az egyenlőség. Baráti köreink egyben mindig a kulturális, a nyelvi és a vallási sokszínűség őrzői is. Szeretném szívből megköszönni ezt a nagyszerű és élénk elkötelezettséget. Sajnos időpont kötelezettségek miatt nem tudok részt venni a fogadáson, de a távolból köszöntök minden mohácsi polgárt, minden barátot, a mohácsi baráti kör képviselőit, a bensheimi baráti kör küldöttségét, valamint különösen hivatali kollégámat, Pávkovics Gábor polgármester urat és Cserdi Áron alpolgármester urat, akik mindketten jó barátok lettek a változatos találkozásoknak köszönhetően. Bensheimban mindig mindenkit szeretettel várunk, mint ahogy önök is mindig páratlan vendégszeretettel fogadnak minket Mohácson. Már nagyon várom a következő találkozásunkat a 2024-es borász ünnep keretein belül, nem csak a hivatalos delegációt, hanem a Mohács Bensheim baráti körtagjait is várjuk. Mindenkinek olyan rendezvényekben és történésekben gazdag 2024-es évet kívánok, amely tovább erősíti Bensheim és Mohács baráti kötelékét. Kívánok még további sok év barátságot és együttműködést. A Mohács Bensheim baráti kör tavaly leköszönő elnökét, Werner Györgyöt, Fledrik Gabriella követte etisztségben. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Mohácson Bensheim város küldöttségét, városunk polgármesterét, Pávkovics Gábort, és valamennyi megjelent vendéget. E napon szeretnénk megünnepelni, hogy 35 éve testvérvárosi kapcsolat jött létre Mohács és Bensheim között. Ez a partnerség nem csak hivatalos utakra korlátozódott, hanem iskolák, egyesületek cserekapcsolatára, melyet most az utóbbi években a Covid-járvány egy kicsit megviselt. Szeretnénk, ha ezek a kapcsolatok újra életre kelnének. Egy rövid történeti áttekintést kívánnék megosztani önökkel. E két város kapcsolata a második volt Nyugat-Német és Magyar város között, melyet dr. Németh Elemér és Georg Stolle polgármester írtak alá 1987. április 29-én Bensheimban. Mohácson ugyanebben az évben, szeptember 19-én. Mohácson ekkor már megalakult a baráti kör, melynek alapítója Zimmermann Ferenc úr volt. Bensheimban 1989-ben alakult csak meg ez a szervezet. Sok mindent köszönhetünk bensheimi barátainknak, a szociális otthonok támogatását, óvodásainknak játék és ajándékcsomagok adományozását, a Rókus utcai óvoda felújításában is nagy szerepet vállaltak. Mi hálásak vagyunk a segítségért, mi a vendégszeretetünket és a kultúránk megismertetését adjuk. Köszönjük Franz Müller úrnak az eddigi aktív munkáját, hiszen ő már 10 esztendeje az egyesület elnöke. Nagy szerepe van Lehel Györgynek a két város közötti kulturális kapcsolatok ápolásában,
Köszönjük a segítséget és az áldozatos munkáját. Fontos megemlítenem Werner Györgyöt, aki a tavalyi év márciusáig látta el a baráti kör elnöki pozícióját, mozgatta, segítette a városok közötti kapcsolatot. Köszönet érte. Én váltottam fel őt, s mit elődeim megalapoztak, szeretném továbbvinni. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy mindenkinek megköszönjem a segítséget itt. Mert lehetetlen lenne valamennyiüket felsorolni. Mit is szeretnék megköszönni? Hát a népek, az emberek közötti barátság erősítését és a kapcsolatok kialakulásának segítségét. Úgy vélem, ez mindkét fél részéről teljesül, mert nincs is nagyszerűbb dolog egy nagyszerű társasághoz tartozni. Éppen 10 éve választották meg a Benszei Mohács baráti kör elnökét, Franz Müller urat, aki egy rövid áttekintéssel kezdte ünnepi gondolatait. Kérem, engedjék meg, hogy egy pillantást vessek a múltba. A kezdet kezdetén, azaz 1985-ben a frankfurti Hessischer Rundfunk rádióállomás egyik akkori szerkesztője és annak barátja, Kerner Lőrinc, a Pécsi Rádió akkori stúdióvezetője elhatározták, hogy városi vetélkedőt kezdeményeznek Mohács és Bensheim között. Erre a kvízre 1985 novemberében került sor. Mohács nyert. Ebből fejlődött ki a Mohács és Bensheim közötti testvérvárosi kapcsolat. Később Bensheim akkori polgármestere, időközben Mohács díszpolgára, Georg Stolle viccesen azt mondta, szerencsére Mohács nyert, különben semmi sem lett volna a testvérvárosi kapcsolatból. A vetélkedő utánbeszélgetésekre került sor a mohácsi városvezető, dr. Németh Elemér és Georg Stolle polgármester között, illetve Zimmermann Ferenc és az akkori képviselőtestületi elnök Volker Feik, valamint Wirth György pénztárnok és Karl Pfeiffer elsővárosi tanácsos között. Aztán a partnerséget 1987-ben megpecsételték. Ez annak idején csupán a második hivatalos testvérvárosi kapcsolat volt egy magyar és egy német város között. Korábban csak Pécs és a Stuttgart melletti Fellbach között létezett ilyen. Richard von Weizsäcker, akkori német szövetségi elnök azt mondta, kulcsfontosságú, hogy a politikai döntéshozók bölcsek legyenek. De sokkal fontosabb, hogy a falvak és városok polgárai jó példával járjanak elől. Mohács és Bensheim polgárai határozottan és folyamatosan építkeztek erre az alapra. Anélkül, hogy csorbítani akarnánk a megelőző városvezetők teljesítményét, amit Mohács és Bensheim partnerségéért a sajnálatosan olykorán elhunyt Szekó József polgármester tett, az felbecsülhetetlen. Hatalmas az a lelkesedés és ötletgazdagság, amit Szekó József Mohács, Georg Stolle pedig Bensheim részéről tanúsított. A szikra átterjedt a két baráti körre is. Amit Zimmermann Ferenc, Lehel Gyuri és Werner György itt Mohácson megvalósított, illetve amit Péter Hoffmann, Valentin Leopold, Norbert Bauer és Bernhard Wählig Bensheimban, az ma is látható, amikor mi Mohácsra jövünk, ti pedig hozzánk Bensheimba. Az ismerősökből már rég nagyon jó barátok lettek.
Ha a világban jelenleg zajló válságokra és háborúkra gondolok, meg kell állapítanom. Ami elérhetetlennek tűnik a nagypolitikában, az teljesen másképp néz ki a testvérvárosi kapcsolatok és a baráti körök szintjén. Itt találkozhatunk annak élő példáival, hogy milyennek kellene lennie. Itt azon van a hangsúly, ami közös bennünk, és kiiktatjuk, ami elválaszt. Itt beszélgetnek egymással az emberek, ahelyett, hogy egymást szidalmaznák. Itt érezhető az a pozitív energia, ami akkor keletkezik, amikor hidak épülnek, vagy legfőképpen további megerősítést kapnak. Az, hogy Mohács és Bensheim még ma is, 37 évvel a testvérvárosi okiratok aláírása után oly szorosan kötődnek egymáshoz, a sokrétű, mindenek előtt személyes találkozásoknak és barátságoknak köszönhető. Egy ilyen partnerséget az emberek közötti közvetlen kapcsolatok tartanak életben, és ezeket a kapcsolatokat nagyon-nagyon jól ápoljuk. Megtapasztaltam, milyen az, amikor Lehel Gyurival végigmegyek a Bensheimi sétáló utcán, és többen ismerik őt, mint engem. Amikor pedig a Mohácsi sétáló utcában járok, vagy a város főtéren, vagy a város főterén, a parkolóőr integet nekem, vagy találkozom Tiborral, a Halászcsárda egykori vezetőjével, vagy éppen Zimmermann Feri biciklizik felém. Vagy a Városháza folyosóján futok össze dr. Kovács Mirellával, vagy Apaceller Kozák Virággal. Vagy bevásárlás közben találkozom Kolbak Ferenccel. És alig telik el hét úgy, hogy ne beszéljek telefonon Cserdi Áronnal. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves mohácsiak! Itt életre szóló barátságok szövődtek. Nagyon hálás vagyok ezért mindenkinek itt Mohácson, de hálás vagyok a feleségemnek, Ziginek is. Több mint 30 évvel ezelőtt ugyanis ő hozta közelebb hozzám Mohácsot. És aztán olyan embereket ismertem meg, mint Lehel Gyuri, Somogyi Laci és Mária, Werner György és Magdolna, Szekko József, Hánerné Fét Gabi, Korutácz Kati vagy Kovácsné Bodor Erika, hogy csak néhányukat említsem. Azt kívánom, hogy utódaink, gyermekeink és unokáink is ugyanezt érezhessék, hogy a partnerség és a két baráti kör zászlaja még nagyon-nagyon sokáig magasan lobogjon. A Jóisten áldjon meg mindannyiunkat. A német elnök beszéde után köszönetképpen egy kis ajándékot nyújtott át mindazon mohácsi barátainak, akikkel a hosszú évek alatt szoros kapcsolat alakult ki. A jubilómi rendezvény végén meglepetésként Mohácsváros polgármestere Pápkovics Gábor saját hatáskörben eljárva a Mohácsváros tiszteletei jeléül kitüntetést adományozta Franz Müller úrnak, a Német Egyesület elnökének. Franz Müller úr részére Pápkovics Gábor polgármester úr a Mohácsváros tisztelete jeléül elismerést adományozza. Franz Müller 10 éve a német-magyar Bensheim Mohács baráti kör elnöke, de az Egyesület munkájában már azt megelőzően is részt vett. Tevékenysége során az Egyesület az egyik meghatározó civil szervezetté vált Bensheimban. Taglétszámuk folyamatosan nő, jelenleg meghaladja a 260 főt. A közösség fő tevékenysége a német-magyar barátság erősítése, a Bensheim és Mohács közötti testvérvárosi kapcsolat civil szintű kiteljesítése. Az Egyesület Franz Müller elnök úr időt és fáradtságot nem kímélő, olykor személyes anyagi áldozatvállalása járó tevékenységének köszönhetően kiváló kapcsolatot alakított ki a Bensheimi és a Mohácsi partner szervezetekkel. Ennek eredményeként a kölcsönös látogatásokon túl sok egyéb programot is sikerült megvalósítani. Franz Müller elnök úr, valamint munkatársai és felesége Zigi Müller segítségével sikeresen valósultak meg, sajátos pozitív tartalmat kaptak a hivatalos látogatások programjai, fiatal sportolók, művészek, alkotók kaptak lehetőséget, hogy tehetségüket bemutathassák a partnervárosokban. Karitatív tevékenységükkel, adományok szervezésével támogatják a mohácsi szociális, egészségügyi, oktatási intézményeket, továbbá fogyatékos gyermeket nevelő és nehéz sorsú mohácsi családokat. Rendezvényeiken a helyi médiumokban folyamatosan tájékoztatást adnak Mohács kiemelkedő eseményeiről, aminek köszönhetően reális és kedvező képet kaphatnak városunkról a bensheimi lakosok. Kezdeményezték, hogy Bensheim belvárosában egy gyönyörű teret, a Vitorlás repülőklubban egy repülőgépet nevezzenek el városunkról. Évente magyarországi látogatást szerveznek, hogy a bensheimiak jobban megismerhessék hazánkat, így is felkeltve a turisztikai érdeklődésüket Magyarország iránt. A Mohácsváros tisztelete jelű elismerést Franz Müller úr részére Pápkovics Gábor polgármester úr adja át.
A jubileumi ünnepség jó hangulatú beszélgetéssel, pezsgős kocintással zárult. Kedves nézőink, ezzel ma esti magazinműsorunk véget ért, legközelebb jövő héten szerdán, este 7 órától várom önöket ismét, addig is a viszontlátásra.